Szia, Ivo Janna, és sziasztok, Ilyen. többiek, akik itt vagytok, látom, türelmesek voltatok, és most már bekapcsolódnak a nézők is. Megoldottuk az összes technikai problémát. Már is le a kalappal előtted, Ivoja. Sok szeretettel köszöntelek téged is, és a csoportban a nézőket is. Ezzel a mai nappal és veled újra kezdjük azt a szokást, hogy sikeres embereket megmutatunk azoknak, akik érdeklődnek. Nézd csak, már is jönnek itt a drukkolások. Az az apropója ennek a kérdezfeleleknek, hogy ugye a posztban is láttak sokan, hogy egy nagy eredményt értél el az elmúlt időszakban, de mivel a nézőink olyanok, akik még nem is döntötték el, hogy szeretnének-e csatlakozni. Még csak most vannak az üzlet elején, ezért először arra kérlek téged, akivel már 10 éve együtt dolgozunk, hogy meséld el, hogy indult ez az egész, te magad hogy találkoztál a Forever üzlettel? Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm szépen, Niki, azt a lehetőséget, hogy én szólhatok a Temenom menedzseri csapatodhoz. Számomra ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. Hát így van, ahogy mondod, hogy 10 éve ismerjük egymást, nagyon-nagyon régen. Egy volt kórházi beteg által sikerült eljutnom többszöri meghívásra az akkor még a Szolnoki Iparkamarába történő heti találkozóra. Ők nagyon kitartóak voltak, ez a házas pár, abba, hogy hívogattak, oda jártak hozzánk a kórházba, és akkor én mondtam Ottónak már nagy keservesen, hogy na jó, akkor elmegyek, és ott volt az Iparkamarába egy ilyen heti találkozó, és ott találkoztam valójában én a Foreverrel közel 20 éve. Megnéztem, mert a 360, biztos tudjátok, hogy mi az a 360, egy rátekintés az egész Foreverre, hogy pontosan mikor volt, mert nagyon őszintén megmondom, hogy nem tudtam. És ez 2002 júniusába csatlakoztam én a nagy Forever csapathoz. Tehát akkor írtam alá a regisztrációs lapot magyarul. Nagyon régen. Miért írtad alá, Ibolya? Mi volt az első benyomás, ami megtetszett neked? Hát az első benyomás, őszinte lehetek hozzátok? Az első benyomás volt az, hogy lehet, hogy itt engem hülyének néznek. Bocsánat a kifejezésért. Mert ezt a csütörtöki nyílt találkozót, ezt a ti szponzorotok, Dósa Niki tartotta, és én ott egészségügyi dolgozóként ültem ott, és már én akkor sok éve dolgoztam a kórházba, és mikor a Niki azt mondta, felemelve a sárga kannát, hogy ez jó székrekedésre is, meg hasmenésre is, akkor én megállapítottam ott a hátsó sorba, hogy na most engem itt hülyének néznek. Tehát az első benyomás ez volt, a második első meg az volt, hogy Niki a szemembe cseppentett egy akkori terméket, akkori kivitelű terméket, az aktivátort, és az viszont az én allergiámra nagyon jó volt. Tehát engem az aktivátor hozott be a Forever rendszerébe, mert én akkor nagyon-nagyon allergiás voltam, és folyta könnyen folyamatosan megviszketett a szemem. Úgyhogy ez volt az első benyomás. Bevált neked valami termék, aztán csak elkezdted másoknak is ajángatni, mert ott lettek fogyasztók. Hogy bátorodtál fel, hogy másoknak segíts a termékekkel? Mi volt? Nagyon-nagyon sokat segítettetek abba, hogy kell ezt csinálni. Tehát, hogy semmit különösebbet nem kell csinálni, csak elmondani a saját tapasztalatot. Nyilván a kollégák is meglepődtek azon, hogy nem vakarózok annyit. Tehát, hogy és ezt úgy kifejtettem, hogy nézzétek, már nem viszket a szemem, már nem is olyan piros a szemem, és hogy én mit használok, hogy ez nagyon csíp, nagyon, de nekem még 15 év után is csípett, de viszont jó, és valahogy
akkor nem bonyolítottuk, hanem szépen, egyszerűen, ma már mondhatom úgy, hogy ami a cég szlogenje, hogy egyszerűen és tisztán az ember elmondja, és nem teszi bele a saját maga kis költött dolgait, hanem csak elmondja a saját tapasztalatát. Aztán visszakaptál sok köszönetet azoktól, akiknek szintén segítettek a termékek, és valahogy elkezdted hinni azt is, hogy az üzlet működik. Emlékszel valami olyanra, amikor megváltozott benned, vagy aminek a hatására megváltozott? Volt-e valami olyan momentum, amikor úgy elkezdtél arra gondolni, hogy lehet, hogy az üzlet neked is működni tudna nagyban, nem csak ilyen termékajánlás. Igen. Nekem érem óriási hatást tettek a mi felső vonalunk dr. Samu Teréziának a budapesti rendezvényei. Mi feljártunk havonta egyszer Pestre ezekre a rendezvényekre, és ott a TECA nagy csapata különböző kis csapatokból állva, és a szolnokiak is mindig mentek, Mikinek a vezetésével mentünk oda, jó kis, mindig emlékszem rá, hogy a bal oldalon ott a mi csapatunk ott ült, és ez nagyon jó volt, és ott láttam a színpadon olyan embereket, akiket úgy gondoltam, hogy nem több, mint én. Tehát tudtam vele azonosulni. És ez fogott meg, hogy lehet, hogy ez nekem is működne, lehet, hogy ezt én is tudnám, lehet, hogy nem kellene a kórházi fizetésemből elvenni pénzt, hanem igazából meg tudnám keresni annak a termékeknek az árát, amit nekem meg a családomnak kell. Valójában ezek azok, amik engemet elindítottak, hogy a saját fogyasztású termékünk ingyen legyen. Aztán én emlékszem... Igen, bocsánat. Mondjad. Még azt nem tudtam elképzelni, hogy nekem olyan óriási csapatom legyen, viszont mindig ott volt a hátam mögött, meg mellettem az a szponzorvonal, akik segítettek, de tátott szájjal figyeltem, tudom, Tecát, Juronics Ilonát, Varga Gézát, akik ott fent még színészkedtek is nekünk ott a színpadon, emlékszem, tehát, hogy biztos emlékszel te is erre. Színi előadást tettek elő, gyűrög isteneknek beöltöztetek, és hogy ezek akkora emlékek, tizenéves emlékek, és most, hogy kérdezed, ezek teljesen itt vannak hátul, és be vannak épülve az agyamba. Igen, a régi szép időkről sokat mesélhetnénk. Igen. De hogy nagyon nagyot változott azóta a világ. Itt van például ez a 2020-as óriás változás. Te hogy élted meg? Mi változott 2020-ban, mondjuk a munkamódszerekben? Nagyon őszintén elmondom nektek, igazából nem tudom, hogy a korosztály hogy van nálatok, de én biztos vagyok, hogy nálatok is van fiatal, akinek már a számítógép úgy van, hogy meg az okostelefonok, hogy már vele született, mint az én unokáim, jobban értenek hozzá most 5 évesen, mint én. És bizony nekem ez nagyon feladta a házi feladatot, meg feladja folyamatosan. Mert hogy nem ezt csináltam, nem ezt tanultam meg, nem ez volt a rutin. Mi offline dolgoztunk. És bizony a 2020-os év megmutatta azt, hogy így ennyi idősen is, túl a 60-on is, meg kell azt tanulni, hogyha itt akarok maradni, és ebbe az üzletbe élni akarok, a szó jó értelmébe természetesen, hogy változik a világ, változni kell nekünk is. És tudjátok, hogy miért vagyok hálás, hogy nálunk is nagyon sok fiatal van. És ha kérdezek tőlük, akkor elmondják. Tehát, hogy csapatjátékosok. Mert bizony, mint ahogy most egy picit késtünk is, Niki navigált, hogy is kell ebbe az új rendszerbe bejönni, és azt kell leküzdenem most is, hogy ne szégyeljek kérdezni. Te se szégyelj kérdezni. Nem tudni, nem szégyen, ha az ember olyat csinál, amit még nem csinált. Talán az nagyobb szégyen, ha nem kérdezel, és tudatlan butaságot csinálsz. Tehát, hogy már kérdezni a segítőtől, hidd el, hogy én is azt szeretem, hogyha hívnak, mert akkor tudom, hogy gondolkodnak.
Igen, ez így van. Ibolya, meséltél az elejéről, meséltél arról, hogy most is fejlődsz, napról napra tanulsz, új dolgokat vállalsz be, de hogy menet közben teljesen megváltozott az életed. Amikor kezdted, akkor, ha jól emlékszem, negyedik mellékállásként kezdted el beépíteni az életedbe, és szépen sorba adtad le ezeket a mellékállásokat. És emlékszem, amikor számolgattunk, hogy nézd már meg, hogy óra bérben mi éri meg legjobban. Emlékszel arra a menetre? Igen. Ezt nagyon emlékszem. Tényleg így van, hogy dolgoztam főállásba, dolgoztam másodállásba, aztán nem szégyellem, sőt, büszke vagyok rá. Jártam itt közel-európai országokat, sefteltem azért, hogy a gyermekeimnek többet tudjak biztosítani, és egyszerűen ma már nem is tudom, hogy hogy fér bele az időbe. Ma már nem is tudom azt, hogy tudtam beletenni azt, hogy a magám mellett tudom, a vonattól rohantam, hogy odaérjek a heti találkozóra, de valahogy úgy gondoltam, hogy ez kötelező. Tehát, hogy a rendezvényen ott kell lenni. Tehát a rendezvénytől rendezvényig tudsz élni, mert amit hétközben lehúznak, mert jönnek a negatív impulzusok, az ott a rendezvényen, a pozitív emberek között mindig feltöltődsz. Tehát, ha te most gondolkodsz abba, hogy is csináld, akkor hidd el, hogy lopott időkből is meg lehet csinálni ezt az üzletet, mert így van, ahogy Niki elmondtad, hogy előbb leraktam azt, hogy nem jártam seftelni, aztán leraktam a másodállásomat, aztán leadtam a főállásomat, és tudjátok, hogy mi történt? Az történt, hogy nem tudom, Niki, arra emlékszel-e, hogy mondtam neked, hogy olyan haszontalannak érzem magamat. Mert hogy olyan hogy máskor reggel volt, meg este volt, és közben szaladtam, mint a mérgezett egér, ide-oda, amoda, és akkor meg én nekem kellett beosztani az időmet ahhoz, jutott idő mindenre. Mert az ember nem kell, hogy 24 órát foglalkozzon a foreverrel, hanem amikor foglalkozik vele, akkor viszont legyen ott agyilag. És tudom azt, hogy arra tanítottak meg arra tanítjuk mi is most az indulókat, és biztos vagyok benne, hogy nektek is mondja ezt neki, hogy nézd meg, hogy mikor van egy fél órád, vagy egy órád. Nem kell, hogy órák hosszát foglalkozz folyamatosan, ha te neked kicsi gyerek van, meg vacsorát kell főzni, meg legyenek ilyen kis lopott idők, amikor egyszer meghívsz, egyszer a névlistádat bővíted, egyszer gondozol, egyszer beszélsz a szponzoroddal. Tehát mindig arra legyen egy-egy fél órád, és hidd el az ilyen lopott fél órákba, felépül az üzlet, mert ez a saját tapasztalatom. Ezt el szoktam mondani az én kis csapatomnak is, hogy mert nekem is elmondták, hogy tudjátok, hogy ki a legnagyobb vesztes a Foreverbe, aki ezt az üzletet ott hagyja, aki nem türelmes, aki nem kitartó. Ha te akarsz valamit komolyan, akkor légy kitartó, és fogd meg annak a kezét, aki behozott ebbe az üzletbe. A kitartásod eredményeként olyan életet élhetsz, amit más nyugdíjas el se tud képzelni magának, igaz? Igen. Te elmondtad a múltkor, jó múltkor egy interjúban, hogy te húztál egy vonalat, és például innentől kezdve te 1 millió forint alatt nem akarsz keresni. Az igaz. És ugye felépítetted szépen azt a csapatot, ami adja is ezt a fajta bevételt, tudsz unokázni meg mindent, de ne én mondjam el. Én tudom, hogy tartod a kapcsolatot azokkal, akik a kórházi kollégáid voltak. Mit Igen. látsz legnagyobb különbségnek a te életed, és mondjuk más egészségügyi, vagy egészségügyi és nyugdíjas élete között? Hát végtelenül hálás vagyok annak a házaspárnak, aki behozott, és hálás vagyok azoknak az embereknek, akik felkaroltak és végigvezettek és vezetnek ezen az üzletet, mert nem egy minőség, hanem sok minőségi különbség van a között, az életmód között, amit kórházi nyugdíjasként élnék,
ha nem tartottam volna kint, mert nem szégyellem, elmondom nektek. Nekem 42 év, 128 igazolt munka éven van, és tudjátok, hogy mennyi a hivatalos nyugdíjam? 128 ezer forint. És ez a 42 év, 128 nap, ez folyamatos, nem voltak ilyen igazolatlan dolgaim. És igen, igen, mondta Niki, hogy én húztam egy vonalat, hogy 1 milliót, most megint húztam egy vonalat, azt majd elmondom négy szem közt. De mindenképpen 10-szeres az innen jövő pénzed legalább, mint amit nyugdíjat kapsz. Mindenképpen 10-szerese, és az, hogy nem kell azon gondolkodnom, hogy ha bemegyek a boltba, és meglátok egy cipőt, hogy megvehetem-e. Vagy hogyha el akarok utazni valahová a gyerekemhez Angliába, vagy a Forever által adta lehetőségeknél. Engem a Forever annyi fele elvitt, gyerek. Egyszerű, gyári munkás gyerekeként soha-soha nem gondoltam volna azt, hogy nekem ez majd egyszer így működik. Nem is tudom elmondani. És tudod, az az igazság, hogy amikor azt mondják neked, hogy könnyű neked, Ipi, mert neked bejött, tudod, biztos hallottad már ezt, vagy lehet, hogy a te buksitba is megfordult már ez, hogy könnyű a Nikinek, vagy könnyű az Ibinek, mert ők korán kezdték, és hogy mert nekik bejött. Ez csak akkor jön be, ha kinyitod az ajtót, és beengeded ide, a lelkedbe, a szívedbe ezt az üzletet, hogy a tiéd legyen, hogy a tiéddé váljon, és hogy ha mélyen vagy se adott fel, mert Niki a megmondhatója, hogy azért sokszor úgy hozza az élet, hogy egyszer fent, egyszer lent, mint ahogy a tied is. De az, hogy én Mexikótól, Szingapúrig, Tájföldtől, nem is tudom, mindenfele jártam, és a nem lett volna ez az előző év, akkor Ausztráliába is, tehát ezt azért nem gondoltam volna. Szóval megérte? Nagyon-nagyon-nagyon. Megérte szaladni a rendezvényekre? Kitartónak lenni. Én azt mondom, hogy légy kitartó. Pont ezt akartam kérdezni, hogyha egy jó tanácsod lenne egy újnak, egy indulónak, egy olyan egyet kéne kiválasztani a sok jó tanács közül. Hát egyet nagyon nehéz, de ha egyet akarnék kiválasztani, akkor hogy magadba higgyél. A hited. Na most a hit az magadba is, meg higgyél a cégbe, meg a szponzorodba. Tehát a hitnek különböző ágai. Hogy ne Mari nénire hallgass, aki soha nem épített hálózatot, és azt mondja, hogy már te is ezt a hülyeséget csinálod, fiam. Hát, megbolondultál? Na, neked se fog menni. Ne szerezd meg senkinek se azt az örömet, hogy igaza legyen. Magadba higgyél, és mondd azt, hogy azért is megcsinálom. Aha, ez jó. Aki most úgy jött ide hallgatni, belehallgatni, hogy igazából nem is tudja még, hogy mit kell tenni, vagy miről szól a Forever üzlet, annak mondom, hogy este 8:30-kor fogunk tartani egy nyílt tájékoztatót, tehát bátran kommentbe, vagy magámban, chatben a meghívótól kérjétek el a linket, és akkor elmondjuk, hogy tulajdonképpen mi is az, aminek mi itt mindig örülünk, és ami megváltoztatta az életünket. Ibolya, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad itt a non-menedzseri csapattal a... Nézem itt a kommenteket, hogy jönnek-e esetleg kérdések, vagy hozzászólások még olyanok, amiket ide akár beolvasni kellene. Szóval nagyon hálás vagyok neked, köszönöm szépen, és várjuk a következő ilyen megjelenéseket, jó? Nagyon további sok sikert a csapattal, hiszen tele van a csapatod olyan emberekkel, akik már
ott vannak az áloméletben, vagy az álomélet kapujánál. Rengetegen vannak, akiket visztek a rendezvényre. Számtalan olyan ember van, akikkel fogunk találkozni hétvégén a sikernapon, a VES szemináriumon. Így van, gyűjtitek az embereket, tanulják, oktatjátok a termékeket, és hitet adtok bár kinek. Azért dadogok itt, mert közben bejött egy komment, nem tudom kitől, mert nem kattintottatok az engedélyezésre, de nagyon tetszett a kommentelőnek, amit mondtál. Szóval örülök neki, hogy a stafétát viszitek tovább, és hogy tovább is adtad már másoknak, és ez szerintem egy nagyon jó érzés. Én nagyon köszönöm, hogy felkaroltatok, hogy még mindig vezettek, hogy tenni ki, mutatod a példát az embereknek, hogy végtelenül kitartó. Tudjátok, a ti szponzorotok, ezt Niki, el kell még mondanom. Egy nagyon kemény üzletasszony, nagyon határozott, és ő is az a típus, hogy nem adja fel. Soha nem adja fel. Úgyhogy nagyon jó helyre csatlakoztatok, és higgyetek benne, és estére meg megtudjátok, hogy konkrétan miről is van szó akkor. Ezért dolgozunk. Köszönöm, Ibolya, neked, búcsúzom, szép estét, és mindenkinek. Sziasztok, jó éjszakát. Sziasztok.